Üdvözlöm Önöket, ez a világhíradó, az ATV-n. Menekült táborok mellett robbantották fel magukat öngyilkos merénylők a nigériai Borno szövetségi állam fővárosában. Majduguriban helyi idő szerint éjjel 4:30-kor 3 robbanás történt, közülük 2 menekült táborok mellett. A merénylőkön kívül 4-en meghaltak, 18 ember pedig megsebesült. A támadást valószínűleg a Boko Haram követte el, amelyet évekkel ezelőtt Majduguriban alapítottak. A terrorszervezet tavaly 2 részre szakadt. A nigériai elnök decemberben azt mondta, a hadsereg végső csapást mér a Boko Haramra, amely viszont azóta több merényletet is elkövetett. A Boko Haram több mint 7 éves tevékenysége alatt Nigériában több mint 15 ezer ember halt meg, és több mint 2 millió volt kénytelen elhagyni otthonát. Pontosan 1 évvel ezelőtt, március 22-én történtek a brüsszeli támadások. A belga fővárosban 2 helyen robbantott öngyilkos merénylő, 32-en meghaltak és több mint 300 ember megsérült. A városban megemlékezéseket tartottak. Ez a szobor a brüsszeli Zaventem reptéren áll. Azért kellett most újra átadni, mert a tavalyi terrortámadásokban ez is megsérült. Március 22-én Belgium szerte a támadás sorozatra emlékeztek, amelynek 32 halálos áldozata volt. Tavaly ilyenkor így nézett ki a reptér. A terminálban nem sokkal 8 óra előtt 2 robbanás is történt. A támadást 2 öngyilkos merénylő hajtotta végre, akik szintén meghaltak a helyszínen. A másik támadás a Molbeck metroállomásnál történt, körülbelül 1 órával később. Itt 14-en vesztették életüket. Az akciót az Iszlám Állam vállalta magára, összesen 5 terrorista vett részt a kivitelezésében, közülük 4 belga állampolgár marokkói felmenőkkel. A repteret és a metroállomást ugyan rendbe hozták, a fájdalmat azonban semmi sem tudja eltörölni. Ez látszik a reptér dolgozóin is, akik könnyeikkel küszködve 1 perces csönddel emlékeztek a történtekre. A reptér előtt tartott megemlékezésen ott volt a belga királyi házas pár, a miniszterelnök és több túlélő is. 2016. március 22-e, a nap, amikor az egész életünk felfordult, a nap, amikor elvesztettem a gyönyörű feleségemet. Sokszor kérdezem magamtól, mi lett volna, ha 10 perccel később indulunk, vagy ha egy kicsit lassabban vezetünk, meséli ez a túlélő. Megemlékezést tartottak az érintett metróállomásnál is. Egy évvel ezelőtt, néhány perccel a robbanás után a járdán valaki azt mondta nekem, ma van az új életed első napja. Akkor ez nagyon igazságtalannak hangzott, de azóta megtanultam elfogadni ezt a tényt. Igen, az életünk megváltozott, megtanultunk félelemmel élni, mondja ez a túlélő. Az elmúlt 1 év alatt a kitervelőket elkapták, és Brüsszelben több rajtaütést is végrehajtottak terrorista sejteken. Az Európai Alapítvány a demokráciáért egyik politikai tanácsadója azonban egy újfajta veszélyre hívta fel a figyelmet. A tavalyi évhez képest sajnos van egy további fejlemény, a hazatérő külföldi harcosok. Az Iszlám Állam vesztésre áll Szíriában és Irakban, ami nagyon jó hír, de a másik oldalról rossz hír, mert sok európai harcos tényleg visszajön. Ezek az emberek katonai kiképzést kaptak, tudnak fegyverekkel bánni és tudnak bombát készíteni. Ez komoly veszélyt jelent, mondta az elemző, majd hozzátette. A megoldás hosszú ideig eltart majd, de mindenek előtt átfogó stratégiára van szükség. Lázadókat bombázott a szír légierő Damaszkusz egyik északkeleti kerületében. A kormányerők bemutattak egy videót, amelyen állítólag a felkelők állásaira mért légicsapások láthatók. A lázadók múlt héten hatoltak be az érintett kerületbe, ahonnan rakétákkal lőtték a hadsereg kezén lévő belvárosi részeket. Az akciót a Damaszkusztól keletre lévő területekről indították. Részben azért, hogy elvonják a hadsereg figyelmét a terület ostromáról. Az elmúlt 4 évben a lázadóknak ez volt az első sikeres akciójuk a fővárosban. A szír hadsereg külföldi szövetségeseinek támogatásával ugyanis az elmúlt másfél évben jelentős fölényre tett szert a felkelőkkel szemben. Decemberben Aleppó városát is visszafoglalta. Újabb korrupciós vádakat hoztak fel François Fillon ellen. A francia konzervatív elnökjelöltről egy szatirikus lap közölt cikket. Ez szerint a politikus segített megszervezni egy találkozót Vlagyimir Putyin és egy libanoni olajtársaság vezetője között. A lap azt írja, a közvetítő szerepért mintegy 50 ezer dollárt kapott a politikus tanácsadó cégén keresztül. A Kreml szóvivője valótlannak nevezte a vádakat. François Fillon az őt ért korrupciós vádak miatt a 3. helyre csúszott vissza az elnökjelöltek között. Nőtt Angela Merkel pártjának népszerűsége a legújabb közvéleménykutatások szerint.
A kereszténydemokraták ezzel növelték a szociáldemokratákkal szembeni előnyüket. A kutatás végző intézet vezetője szerint azonban az emberek többsége emellett szeretne változást látni az ország vezetésében. A szakember szerint a választók valószínűleg újfajta koalíciót szeretnének. Angela Merkel pártja ugyanis 11 éve vezeti az országot a szociáldemokratákkal egy koalícióban. A választásokat 6 hónap múlva tartják. Elemzők szerint szoros verseny várható Martin Schulz és a jelenlegi kancellár között. Senki nem áll a törvény felett, még Donald Trump sem. Ezt mondta az elnök legfelsőbb bírósági jelöltje. Neil Gorsuchot 2 napon keresztül hallgatta meg a szenátus. Amennyiben megválasztják, úgy a 9 tagú testületben újra konzervatív többség áll majd be. Maratoni 2 napos meghallgatáson vett részt Donald Trump jelöltje a legfelsőbb bíróságba, Neil Gorsuchot a szenátus jogi bizottsága hallgatta meg. A procedúra előtt azonban már vita alakult ki a testület konzervatív és demokrata tagjai között. Sokan azt sérelmezték, hogy tavaly nem hallgatták meg Barack Obama jelöltjét. A legfelsőbb bíróság 9 tagú testületében kicsit több mint egy évvel ezelőtt üresedett meg egy szék. Antonin Scalia, konzervatív bíró ugyanis váratlanul elhunyt. A páratlan számú testületben így kulcsfontosságú volt, hogy Barack Obama vagy már az új elnök jelöle utódott, hiszen a testület többségi szavazással dönt a legfontosabb kérdésekben. Neil Gorsuch mindenek előtt leszögezte, önálló és független bírákra van szükség, ezért saját döntéseit sem Donald Trumptól teszi majd függővé. Nem tettem ígéretet senkinek azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogok bíráskodni bizonyos ügyekben. Szerintem egy bírónak nem szabad ilyet tennie, akárki is keresi meg, nyugtatta meg a demokrata szenátorokat Gorsuch. Trump bírókat kritizáló kommentjeit elítélte, valamint elszomorítónak és demoralizálónak nevezte azokat. Senki sem áll a törvény felett ebben az országban, és ebbe beletartozik az Egyesült Államok elnöke is, jelentette ki Gorsuch. A demokrata szenátorok arra is kíváncsiak voltak, hogy hogyan ítélne bizonyos konkrét esetekben. Fölmerült például az is, hogy Donald Trump beutazási tilalmának hatályon kívül helyezése várhatóan a legfelsőbb bíróság elé kerül majd. Gorsuch azonban kijelentette, nem hajlandó válaszolni arra, hogy bizonyos ügyekben hogyan ítélne, azt ugyanis nem tartaná etikusnak. Fölmerültek olyan alapvető témák, mint az egyneműek házassága vagy az abortusz. A meghallgatáson saját véleményét kérdezték, a jelölt azonban igyekezett kikerülni a válaszadást. Szenátor, ha a személyes nézeteimről kezdenék beszélni olyan ügyekben, amelyről minden amerikainak van véleménye, azzal félrevezető jeleket küldenék az embereknek, mondta. Gorsuch eddigi ügyeiben konzervatív republikánus világnézet szerint ítélt, az abortusszal kapcsolatban azonban még nem kellett döntést hoznia, a szakértők ezért csupán következtetni tudnak álláspontjára. Egy könyvében például az eutanáziával kapcsolatban azt írta, hogy ez sérti az élethez való jogot. Az egyneműek házasodásával kapcsolatban pedig kifejezte, tiszteletben tartja a legfelsőbb bíróság korábbi döntését, amely az alkotmányban védi az intézményt. Neil Gorsuchnak a szenátus szavazatainak egyszerű többségét kell megszereznie ahhoz, hogy betölthesse a pozíciót. Mivel a testületben republikánus többség van, ezért ez várhatóan sikerülni fog. Terrorellenes hadgyakorlatokat tartottak orosz csapatok a Krím-félszigeten. A nagyszabású kiképzésben több mint 2000 orosz ejtőernyős vett részt. A gyakorlatokat vezető parancsnok azt mondta, azért van szükség ilyesmire, mert a régióban jelentősen megnövekedett a terrorveszély. A Krím 2014-es elcsatolása óta Oroszország több olyan katonai gyakorlatot is végrehajtott a térségben, amiket nem jelentett be előre. Kemény tárgyalásokon dőlhet el, milyen kapcsolatban marad az Egyesült Királyság az Európai Unióval, miután megszűnik a tagsága. A brit kormány jövő szerdán aktiválhatja a lisszaboni szerződés 50. cikkelyét, amely a kilépés módját szabályozza. A brit szavazók 88%-a szeretné, ha az Egyesült Királyság az Európai Uniós tagságának megszűnése után is szabadon kereskedhetne az EU-val. Ez derült ki egy friss felmérésből. A maradás és kilépés pártiak is megtartanák a szabad kereskedelmet, de a szavazók csaknem 70%-a ragaszkodik hozzá, hogy korlátozzák a bevándorlást, és így a szabad mozgást, mondta egy Társadalomtudományi Kutatóintézet főmunkatársa. Uniós vezetők szerint az Egyesült Királyság csak akkor férhet hozzá a közös európai piachoz, ha uniós kilépése után sem korlátozza a munkaerő szabad áramlását. A gond az, hogy az EU szerint a szabad kereskedelem és a munkaerő szabad áramlása nem képzelhető el egymás nélkül.
A brit választók viszont csak szabad kereskedelmet akarnak. Kérdés, hogy a kormány képes-e kiharcolni ezt a tárgyalásokon. A közvéleménykutatást február eleje és március eleje között végezték. 2322 embert kérdeztek meg, akiknek egyik fele tavaly az uniós kilépésre, a másik fele pedig a bentmaradásra voksolt. A felmérés megmutatja, mire vágynak a britek, de fontos észrevenni, hogy mi csak a tárgyalóasztal egyik felét képviseljük, a másik oldalról pedig még keveset hallottunk, mondta az uniós kilépésért felelős parlamenti bizottság egyik munkáspárti tagja. A népszavazási kampányban kiemelt téma volt a kelet-európai bevándorlás. A kilépéspártiak csak Angliában és Walesben voltak többségben, de ez elég volt az Egyesült Királyság kiléptetéséhez. A legfontosabb, hogy magunk ellenőrizhessük a határainkat, a közös piacot pedig gondolom úgy is elhagyjuk. Próbáljuk a lehető legjobb megállapodást kötni, mondta ez a férfi. A skótok újabb népszavazást tartanának függetlenségükről, hogy EU tagok maradjanak. Az ír nacionalisták újraegyesítenék Írországot, hogy az északíreknek ne kelljen kilépniük az unióból. Szolgálatba állították Japánban az ország második nagy helikopter hordozóját. A 248 méter hosszú hajót ünnepélyes keretek között adták át egy yokohamai hajógyárnál, ahol az ország másik nagy helikopter hordozójával együtt dokkolt. Mindkét hajó egyszerre 9 helikopter tud szállítani. Hasonlóak az amerikai kétjáratú támadóhajókhoz, csak kialakításuk miatt nem tudnak partraszállási hadműveletben részt venni. A tokiói kormány módosítaná a II. Világháború után elfogadott alkotmányt, amely miatt Japán csak önvédelmi célokra használhatja fegyveres erőit. Az ország ellensúlyozni akarja Kína növekvő befolyását a térségben. Virágzó üzlet lett Svájcban a legális marihuána fajták árusítása. Az országban 2011-től lehet szabadon kereskedni olyan kannabisszal, amelyben 1%-nál kisebb a pszichotróp anyagaránya. Óriási nyereséget termel a legális marihuána fajták eladásából ez a lozani bolt. Bizonyos termékeit gramonként átlagosan 3000 forintnak megfelelő összegért árulja. A termékeink azért legálisak, mert 1%-nál kevesebb tetrahidrokannabinolt tartalmaznak, tehát gyakorlatilag nincs pszichotróp hatásuk, mondta a cég társalapítója. Az üzlet decemberben nyílt meg, és azóta havonta 14-28 millió forintnyi bevételt termel. Tulajdonosai szerint akár 40 új boltot is nyithatnak. Olyasmit keresek, ami ellazít, de anélkül, hogy teljesen betépnék, és emiatt nehézségeim lennének a kommunikációban vagy a munkában, mondta egy vásárló. A svájciak az elsők között legalizálták az alacsony hatóanyagtartalmú marihuána fajtákat, amelyekre 25%-os adót vetettek ki, ugyanakkorát, mint a pipa dohányra. Először gyógyteaként próbálom ki, hogy enyhítse az ízületi fájdalmaim. Ha ízlik, süteményt sütök belőle, mert nem vagyok dohányos, mondta egy ápolónő. A hasonló boltok egyik beszállítója tavaly 5-ről 20-ra növelte alkalmazottai számát, de így sem bír lépést tartani a növekvő kereslettel. Szerinte szigorítani kellene a termesztés felügyeletét. Sokan akarnak hasznot húzni ebből az üzletből, de nem mindenki etikus. Vegyszereket használhatnak a termesztésnél, mondta a cég társalapítója. A Genfi Egyetemi Kórház addiktológiai osztályvezetője szerint egészségügyi kockázatot jelent, hogy a termesztők növényvédőszereket használhatnak. Nem ellenőrzik megfelelően az összetevőket, így nem tudjuk, mi van a termékekben, ráadásul a nem dohányosok is dohánnyal keverhetik össze, mondta a szakértő. Becslések szerint a svájci kannabisz kereskedelem 93 millió eurós üzlet. Ágazati szereplők azt várják, hogy más európai országok is legalizálják az alacsony hatóanyagtartalmú marihuána fajtákat. Rendkívüli eseményt ünnepelhetett a prágai zsidóság. A híres régi új zsinagógában felavattak két új tóra tekercset, amiket Izraelben írtak. Kivéve az utolsó betűket, amelyeket az avatási ceremónia vendégei írhattak be. A Tóra a szűkebb értelemben Mózes 5 könyve, amelyet hivatásos másolók jegyeznek le pergamenttekercsekre szigorú szabályok szerint. A több mint 700 éves régi új zsinagóga a prágai zsidó negyed népszerű látványossága és a világ legrégebben használt zsinagógája.
A második világháború óta nem avattak benne új tóratekercset, a két mostanit pedig adományokból vásárolták. A mai Csehország területén a holokauszt előtt 125 ezer zsidó élt, akik közül 80 ezeret meggyilkoltak. Jelenleg 15-20 ezer zsidó él Csehországban, de csak a negyedük él közösségi életet. Önök a világhíradót látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!